új vendégünk gratulálni érkezett, de először mi gratulálunk Bács Ferencnek. Azóta nem találkoztunk március idusa óta, úgyhogy a Kossuth-díjhoz ezúttal is műsor gratulálunk. Köszönöm. Ezzel a Perna Hajderral jó a kapcsolat? Normálisan rendkívül, rendez például. Rendkívül jó. Meg kell mondjam őszintén, én most elmondok mindent. Tényleg? Igen. Nem, maradjál nyugodtan. Kérem szépen, nem volt olyan találkozásunk, hogy ne kaszagással kezdjük, és soha nem válaszoltunk el, hogy ne kaszagjunk. Ez egyik dolog, mindig. Ha valahova elhívott engem, mert meghívták, hogy csinálj egy műsort valahol, például Szajdusszoboszlón, és Feri, gyere egy részéves, te is lépél fel, jó? Mondom, de mit mondjak azt? Feri, te csak gyere, ne törődj semmivel. De mondom, el lehet, hát van ember, amit kell mondjak. Na jó, na, akkor mit akarsz mondani? Mondom, hát te mondd meg nekem. Azt mondja, nézd ide. Azt és azt, ugye te emlékszem, hogy ne persze, azt mondjad, jó? Mindegy, hogy mit mondsz, csak gyere. Olyan aranyos volt. De aztán segített persze rögtön, mert én felajánlottam, hogy mit, és akkor hozzátette. De a két vers, vagy novella, vagy valamilyen történet mesélése után ő halál komolyan olyan tudott mondani, hogy mindenki akkorákat kacagott az egész teremben, hogy borzasztó. Nagyon meg tudta nevetni az embereket, és nem olyan szándékra, hogy most fogtok tudni velem nevetni, ha én mondok valamit, hanem azért, mert olyan természetes volt. Olyan természetes volt mindenben is, és emberi. Játszottam egy darabot is, amit ő rendezett. Emlékszel rá, a spanyol kapitány volt, ami mi volt? Jaj, de édes volt, igen, na most a nevet ne fogja, Buda Őse játszott. Igen, Buda Őse játszott. Tüneményes kis darabot élesztve. Fel is ült, le is út? Fel is ült, le is út volt? Fel is ült, le is út volt? Hát igen. Nem tudom, már összegem mindegy, az a lényeg, hogy legyen az. De úgy, színészt úgy tudta, olyan instrukciókat tudott adni, hogy a színészet csak, a színész azt mondja, nem értem, nem csodálkozom, de tudom, hogy ezt kell most csinálni. Ennyi volt. És akkor Tündéri, hát meg kellett ismerni nagyon a humorát, mert nagyon, nagyon érthető volt, és nagyon kellemes volt, és egy nagyszerű ember, komolyan mondom, hogy... Hát ez a legnagyobb megtiszteltetés nekem, hogy nincs miért eljöttél. Mondjam, ha nem így van. De nem az, hanem az, hogy eljöttél, ez egy nagyon nagy hát csoda, mert annyira más irányból érkeztünk a pályára, és a sorsnak hálát adok, hogy összeszaladtunk egyszer-kétszer, és akkor olyan volt, mintha állandóan együtt lettünk volna. És hát ugye Feri egy elismert nagy drámai színész, hála Istennek, hogy ugye ezt hivatalosan is tették idén, nagyon megérdemelted, és nagyon boldog voltam, mondtam is, hogy jobban örülök, mint én kaptam volna a dolgot, mert tényleg ez egy... Köszönöm szépen, el is hiszem. Ez egy olyan csoda, és amikor tehát a Feritől egy dicséret, az más, mert a haverok, akikkel együtt vagyunk nap, mint nap, és akikkel hülyítjük a világot, mert ez a mi feladatunk, mert erre vagyunk kitalálva, az rendben van. De amikor nekem egy Bács Ferenc azt mondja, hogy Dezső, te miért nem a Nemzetibe rendezel? Az egy csodálatos dolog, ugye? Mert valaki egy másik irányból látja azt, és azt mondja, hogy azért, mert ez egy vígjáték, azért te azt a másik oldalt is látom, hogy tudod. És hogy mondjam, csak az embernek a létjogosultságát a pályán növeli az, hogyha egy ilyen színvonalú drága barátja lehet, hogyha mondhatom ezt. Hát köszönöm szépen, de hát olyan maga... Te tehetsz róla. Igen, nagyon-nagyon-nagyon kellemes volt. Minden pillanat, akár a próbákon, akár a szünetben, hogyha a színésznök valamit nem tudtak megoldani, akkor mutassam meg. Nem mutasd meg, csináld meg. Jó, köszönöm. Megcsináld. És drámai vénája van? Drámai. Van. Nagyon komolyan, igen. Csak a helyzet az, hogy tőle mindenki humort vár, mert nagyon szerették a humorát, mert olyan igaz volt a humora, hogy nem csak úgy légből kapott dolgok, hanem amit most is mondott épp állat. És mindenki nagyon szerette, és mindenki sikert akart neki aratni, mert már rég színház igazgató kéne legyen, bármelyik ott színházban. Igen, mi ezt nem egyszer letárgyaltuk a színészek, és nekünk lehet hinni. Kinek más? Legyél jós. De egyszerre mondtuk. És hogy telnek most a mindennapok? A hétköznapok? Nekem most igen. Mi van? Hát nincsen semmi különös, mostan éppen beteg voltam. Na, de igen. Elkapott engem is a gépszi, és hát kaptam egy tüdőgyulladást valahonnan, valamilyen mérgesség, nem tudom, hol voltam én akkor, hogy megkaptam, és 3 hétig aztán teljesen ki voltam nyíroda, de hát ez a testtel jár. Életemben nem voltam soha ilyen beteg, vagy 3 hétig. Most az is megvolt.
És legyen egy ilyen dolog. De hát jó, lehet látni, most, hogy a mosolygós Feri megérkezett tüdőgyulladás balra el. És azt is látni, hogy nagy a szeretet. Nagyon szépen köszönjük, hogy eljött a baráthoz. Én is köszönöm, hogy meghívtak. Nagyon köszönöm.